Köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják. Váci Márk történésszel, akit most is nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hónapok óta a féle fényképalbumban kutakodunk. Az első képek az 1800-as évek végén születtek itt Székesfehérváron, és hát ha már fényképek, akkor persze a fényképészek vannak a középpontban, mert hogy nagyon sok fényképész dolgozott már 1860-tól a városban, különböző műtermek épültek és fogadták a vendégeket, és szerencsére nagyon sok emlék maradt az István Király Múzeum képtárában, fotótárában, amely között most él már egy ideje, és szerencsére ezekből a képekből jó néhányat meg is tudunk mutatni, most is lesznek ilyenek. Nos, hát hol tartottunk? Tóth Károllyal foglalkoztunk az előző adásban, illetve már az egyel előtte lévő adásban elkezdtük ugye az ő munkásságát ismertetni. Egy egész sorozatot lehetne végig beszélni és végig mutogatni az ő képeiből. Műtermi portréiból ugye azért elég sokat megmutattunk, fogunk is még egyébként, mert azóta kaptunk újabb képeket, úgyhogy ezeket mindenképpen megmutatjuk. A különböző eseményekről készült képeiből is láthattunk már néhányat, illetve elkezdtük a kültéri, szabadtéri fényképeit is ismertetni. Hát nyilván ezek közül is csak néhányat. Van egy, hát számomra a fotótörténeti, várostörténeti szempontból mindenképpen lehet ezt mondani, nagyon jó sorozata. Sajnos az apropója az kevésbé jó. Az 1944-45-ös bombázások utáni állapotokat mutatja be. 1944. októberében ugyanis egy bombatalálat következtében kiégett az a műterem, ami ugye akkor már a romkerttel szemben működött. 1938-ban megnyitják a romkertet, innentől kezdve lehet azt mondani, hogy a Tóth Károly műterme ugye a romkerttel szemben van. Tehát ez kiégett 44 októberében, és 1945. szeptemberben tudta megnyitni a Táncsics utca 7 szám alatt az új műtermét. A köztes időszakban ebben a majdnem egy évben pedig járta a várost, és fényképezte a romokat, illetve a háború utáni állapotokat. És ezek a fotói pedig Molnár Tibornak a fotógyűjteményében maradtak meg, az ő hagyatékával együtt kerültek a múzeumba. Én úgy gondoltam, hogy ezeket a Tóth Károly felvételeket most azért nem mutatjuk meg, mert Molnár Tibor kapcsán is nagyon sokat érdemes ezekről beszélni, illetve a II. Világháború kapcsán, az 1945 utáni Székesfehérvár kapcsán is mindenképpen érdemes lesz ezeket újra előszedni, és mivel annyi rengeteg sok képünk van, én úgy gondoltam, hogy ne ismételjünk, hanem majd alkalmattá megmutatjuk természetesen ezeket a fotókat is. Most viszont még olyan képek vannak nekünk itt hátra, ugye az előző adásból, amik megmaradtak, amelyek még a békeidőkben, a két világháború közötti időszakban mutatják meg a várost. Gondolunk el azokra is, akik az előző részt nem látták a Városrészek titkai című műsorsorozatból, úgyhogy ezért kérek egy kicsit, hogy Tóth Károlyról, magáról és a munkásságáról mondj el néhány szót, mettől meddig alkotott Székesfehérváron, és hogy is lett ő itt fényképész. A 10-es években kezdett el érdeklődni a fényképészet iránt, egészen pontosan 1910-ben. A Pete műterembe küldték el, ugyanis ő fűszeres inas volt, 1895-ben született, ugye itt kezdődik maga a történet, és aztán kalandos úton került Székesfehérvárra, és egy fűszeresnél kezdett el dolgozni, majd a családnak az egyik portréját kellett elhozni a Pete Ilonának a Várkörúti műterméből, illetve akkor még Pete Gyula is dolgozott ebben a műteremben, és rögtön beleszeretett a fényképekbe, meg a fényképezésbe magába, úgyhogy kitanulta a mesterséget, és 1920-ban, amikor ő már az inas, segéd és mindenféle egyéb éveit befejezte, tehát már a szakmai tudás az ugye a zsebében volt, elméletben és gyakorlatban egyaránt, özvegy Virág Sándorné műtermét vásárolta meg, pontosabban Virág Sándor műtermét, amit az özvegy áruba bocsátott, az akkori Rákóczi utcában, amit aztán később mindenféle egyéb neveken illettek, ugye többek között Bazilika térnek is nevezték, amikor a királyi koronázó bazilikának az ásatásai megindultak
Ma ugye ez a koronázó térhez tartozik egyébként, és a 70-es években épített lábasház áll ennek a műteremnek a helyén, ahova az állami biztosító költözött többek között a 70-es évek elején. Tehát a 20-as években indult igazából az ő fehérvári fényképész tevékenysége. Egy Grósz József nevű üzlettársával közösen indították el ezt a műtermet. Grósz 1923-ban vált ki a vállalkozásból, elment Budapestre és létrehozta a Mosoly Albuma céget, aminek a nevét szerintem nagyon sokan ismerik, még ha magát a céget. És azt a fényképész műtermet, ami a Nagykörúton ma is megvan, azt talán kevesebben. És aztán jött egy fiatalember 1922-ben, tehát Grósz akkor még üzlettársként itt volt Fehérváron, egy Inkei Tibor nevű 15 éves fiatalember, aki Apatinból, Délvidékről származott, és a családjával az első világháború után került ide, hiszen az édesapját itt helyezték el tisztviselőként. És ez az Inkei Tibor volt az, aki letöltötte itt az inas éveit, majd aztán elkezdett segédként dolgozni, és később Nagykőrösön ajánlottak neki egy önálló műtermi állást, úgyhogy nem ő volt az üzletvezető és a tulajdonos, de ő volt maga a fényképész ebben a városban, és hát az egyéb környékbeli alföldi településekre járt. És ez az Inkei Tibor volt az, aki később a MA Filmnek, illetve a Hunniának lett az egyik első számú úgynevezett standfotósa, tehát aki ugye beállított állóképeket készített a filmjelenetekről, színészportrékat készített, amiket aztán ugye dedikálások során lehetett osztogatni, filmplakátokhoz készített képeket, illetve még segédkorában, fehérvári segédkorában néhány filmforgatáson is részt vett, Tóth Károly ugyanis éppen nem ért rá, és a német filmeseknek beajánlotta, innentől kezdve indult meg egyébként Inkeinek a filmes érdeklődése és a karrierje, és ő volt az, aki egyébként még a 80-as években is például az MTI-nek rengeteget fotózott, színészportrékat, filmes képeket készített. Rendkívül ismert az ő nevén, azt gondolom, hogy országszerte, sőt nemzetközi szinten is jegyzik mind a mai napig, és ő volt az, aki a 90-es évek elején, majd aztán a 90-es évek végén ismételten megjelentette az Egy fényképész visszaemlékezései című önéletrajzát, és ennek az első három oldala az a fehérvári éveket, Tóth Károly műtermében töltött éveket és a munkásságát mutatja be. Rendkívül érdekes, leírja azt a munkamódszert, ahogyan dolgoztak, leírja a körülményeket, azt, hogy egy inasnak, illetve egy segédnek mennyit kellett dolgozni, ahogy nem volt gyakorlatilag szabad vasárnapja, de ugye azt is megjegyzi, amit az előző adásban is hangsúlyoztunk, hogy Tóth Károly és a felesége éveken keresztül szinte szabadságot sem vettek ki. Nagyon sokszor még ünnepek alkalmával is dolgoztak, hiszen az ünnepnapokat egyértelműen kiadták ugye az inasoknak és a segédeknek, illetve a retusőr kisasszonyoknak, hogy menjenek el, pihenjenek, ők pedig a feleségével dolgoztak tovább a műteremben, és hát bonyolították a további megrendeléseket. És meglehetősen sokáig zajlott egyébként Tóth Károlynak ez a munkássága. 1985-ben hunyt el, 90 éves korában, de még a 70-es évek végén is egyébként előszeretettel fotózott a városban, hiszen nagyon szerette a tájképeket és az utcaképeket készíteni. Végül is ebben a sorozatban is a legtöbb műtermen kívüli képet neki köszönhetjük, és tőle tudjuk bemutatni. Talán térjünk is rá a képekre ezek után. Többet bemutattunk már az előző részben, úgyhogy tulajdonképpen ez egy folytatás, és mindjárt a Városházáról készült képet láthatjuk. A 20-as, 30-as években több olyan helyi, illetve országos kiadvány készült, ami ugye a várost mutatta be, és ezekhez a kiadványokhoz az illusztrációkat általában Tóth Károly készítette el, vagy az ő fotói alapján készült grafikák kerültek be ezekbe a kiadványokba. Itt ugye a 20-as évek végén, 30-as évek elején létező állapotokat látjuk. Ugye, ami talán a legismertebb, az ugye a két szélső épület. Hogyha szemből nézzük, balról haladunk jobbra, ugye olvasás szerint, akkor ugye a Zicsi házat látjuk a bal oldali sarkon, ezt a nagy emeletes épületet. A másik szélén a képnek ugye a Városházának a középkori eredetű, barokk átépítésű épülete látszik, illetve a kettő között pedig az úgynevezett Bierbauer ház, amit 1936-37-ben bontottak el.
és a Zicsi palotát bővítették ugye a Városházának az eredeti épülete irányába, és így építették össze tulajdonképpen ezt a tömböt, illetve amikor 1938-ban az úgynevezett Szigeti házat elbontották a Hősök tere felől, tehát a bazilika altemploma irányából, akkorra alakult ki igazából ez a városházi tömbnek a mai állapota, a mai kinézete, és ugye ez az az épület együttes, ahol egyébként mostanában éppen felújítások zajlanak, és most már, hogy lekerült az állványzat, nagy részt nagyon szépen látszik, hogy a 30-as éveknek megfelelő állapotra sikerült helyrehozni. Nyilván az infrastruktúra azért teljesen más, ami a homlokzat mögött van, de maguk a homlokzatok a 30-as évek állapotait idézik vissza. És milyen jó, hogy ezt is meg tudjuk nézni, hiszen van ilyen kép. A következő képen egy erkély látható. Hát ha a Kossuth utcában megyünk tovább, és ugye befordulunk a Zicsi háznál, vagy Zicsi palotánál a Kossuth utcába, akkor a palotának az erkélyét láthatjuk, ezt a kovácsoltvas erkélyt. Ugye maga a kapuzata is egyébként gyönyörű, azok az atlaszok, amik ugye tartják ezeket az oszlopokat, és magát az erkélyt, azok is nagyon szépek. Kovácsoltvas is egy műalkotás. Így van, tehát tényleg gyönyörű, emberfejes díszítéssel, minden egyébben. Ugye ma már ez a Városháza épülettömbjéhez tartozik. Erkélyként én úgy tudom, hogy egyébként már nem funkcionál, tehát ma már csak díszítő szerepe van. Az alatta lévő címereket érdemes egyébként megnézni. Ebben az az érdekes, hogy ugye Zicsi palotaként ismerjük, és a Zicsi címer az fel is tűnik egyébként az egyik a kettő közül, két szarvasagancs között egy kereszt. Ez egy klasszikus, rendkívül letisztult Zicsi címer, és van egy másik címer, amit már nagyon sokféleképpen leírtak, írták Széchenyi címernek, írták nagyon sok mindennek. Én ezeknek utána néztem meg természetesen sokan mások is, és mindegyikről kiderült, hogy semmi köze nincsen azokhoz a családokhoz, akiknek a címereként ezt azonosítják. Özvegy Zicsi János név volt egyébként, aki ezt a palotát emeltette az 1700-as évek végén, tehát a barokk időknek a vége felé, és ha minden igaz, mivel Zicsi Jánosnak két felesége is volt, valószínűleg a második feleség családjának, a Berényi családnak a címere lehet. Még nem sikerült egyébként egyértelműen beazonosítani, hogy tényleg erről van-e szó, hiszen a Zicsi címerhez képest ez a másik, ez jóval gazdagabb és jóval díszítettebb, tehát sokkal összetettebb, úgymond. És hát ugye egy címerben, hogyha egyetlen egy összetevő nem ugyanaz, mint egy másikban, akkor ugye tudjuk, hogy egy másik családnak a címeréről van szó. Tehát a beazonosítást azért ez annyira nem segíti igazából. Gyönyörű volt ez az erkély valóban, de szerintem még csodákat fogunk látni a következő képeken is. Magyar Király szálloda a következő? Igen, hát ez is mindenképpen érdekes. Ugye, amit itt láthatunk, az eredeti bejárat, még itt az ablakrácsok is látszanak egyébként a képen, ugye amelyek ma már nem találhatók meg, hiszen ezeket már azóta leszerelték. Hogyha megnézzük egyébként, még az 50-es, 60-as évekből is láthatunk olyan fotókat, Kabáci Szilárd kapcsán fogunk majd olyan képet mutatni, ahol az eredeti ablakrács meglehetősen közelről látszik, hiszen egyetlen egy ablakot fotózott le. És ez 30-as évekbeli képekkel kellett összevetni ahhoz, hogy be lehessen azonosítani, melyik épületről is van szó tulajdonképpen, hiszen ma már ezek nincsenek rajta az épületen. A jobb oldali sarkon, ahol ma ugye az étterem működik, és az étteremnek azok a látványos könyves polcai látszanak az utca felől, én azt mindig szeretem nézegetni, amikor ide jövök, arra felé szoktam közlekedni gyalogosan. A Ford szalon látszik, amiről már ugye beszéltünk, hogy 1927-ben a Dunántúl első Ford szalonja Székesfehérváron. Sőt, első autószalon. Sőt, az első autószalon tulajdonképpen, és ugye rögtön egy tengeren túli cégről van szó, hiszen amerikai ugye maga a Ford, és aztán a 38-as átépítések során ezt a homlokzatot ugye azért igazították a korszellemhez, meg a kornak az építészeti stílusához, de a Ford felirat az ugyanúgy látszik például a 30-as évek végi fotókon is.
időutazásban szívesen sétálnék most egyet abban a szalomban, vajon milyen autókat látnék, és milyen autókat mutattak be annak idején. Hát várhatóan még nagyon az elsőket, talán a T-modell környéke, vagy egy kicsit, hát egy kicsit már frissebb. Kicsit már frissebb, viszont nekem ilyenkor mindig az szokott eszembe jutni, hogyha kigördültek volna a szalomból, és létezett volna már akkor a várkörút, meg a 30-as sebességkorlátozás, nagyon nehéz lett volna átlépni ezt az óránkénti 30 kilométer, úgyhogy biztos, hogy nem büntették volna meg őket gyors hajtásért. Így van, menjünk tovább, egy üzlet látható majd Tóth Károly következő képén. Divatáru kereskedésként jegyzi a képnek a hátulján egyébként ezt az üzletet. Lépcső utca, ha jól látom. Ez a Lépcső utca és a Liszt Ferenc utca sarka, igen. Illetve hát ugye sarka olyan értelemben, hogy ugye a Lépcső utca az itt jön le a Liszt Ferenc utca felé, hiszen ugye jobb oldalon és bal oldalon is Liszt Ferenc utcai épületek láthatók, és ugye ez az épület, amiről szó van, ez, amit szemközt látunk, ugye a város első Nepomuki Szent János szobra az, ami díszíti ezt az épületet. Ugye három volt belőle összesen, egy van még a felsővárosi templom előtt, illetve egy volt a mostani Ady Endre utcában, az akkor még szabadon folyó csatornának a hídja fölött díszelgett. Sajnos ez a harmadik ma már nincs meg. Ez a legrégebbi, ami legalábbis köztéren található. És ugye ez az épület, ez többek között polgári lakóházként működött már az 1780-as évektől is, amikor a török után újraépítették, hiszen egy középkori telekről van szó eredetileg. Két házhely volt, és ezt építették be. És az aljában, ugye, ahogy már megszokhattuk a belvárosban, ez még a 60-as, 70-es években is így volt a legtöbb helyen. A Liszt Ferenc utcában ma is így van, a földszinten ugye üzletek voltak megtalálhatók. Itt ebben az épületben pedig általában valamilyen textilkereskedés volt. Ez egy 1945 utáni fotó, tehát nagyjából 47-48 környéke lehet, hiszen már a versenyáruház feliratot olvashatjuk. Ez az eredeti divatáru kereskedésnek már egyfajta, ha lehet azt mondani, szocialista utánérzése, vagy szocializmus kori változata, és aztán ugye ennek a története folytatódott tovább az államosítások után is. Forintos áruház is volt, ha jól tudom. A szomszéd épületben az már egy picit odébb, de ott ugye eredetileg áruház működött, a Keresztes Zsigmond féle áruház, aminek azért jóval nagyobb volt a kínálata, tehát nem csak textillel foglalkozott. Igen. Nagy volt, és ugye ez volt ez a keresztes fél, amit aztán forintosnak is neveztek, és ennek a szomszédjában található ez az épület. Emlékszem még a nyikorgós fapadlójára és lépcsőjére, mert ugye lent az alaksorban is voltak ruhák, oda is le lehetett menni, de nagyon jó hangulatú áruház volt, elég sokáig. Jártunk be még vidékről is oda vásárolni, az emlékek följönnek a képek kapcsán. Egyre inkább jutunk majd, ahogy előre jutunk az időbe és a képek kapcsán, én szerintem a tévénézők is majd egyre inkább kapják fel a fejüket, hogy ó, ezt még én is láttam eredeti pompájában. Nos, de menjünk tovább, maradjunk még Tóth Károlynál természetesen, Várfal, Várkörút felől. Ja, ez az a terület, amit ma Prohászka-ligetként ismerünk, Szent László Parknak is szokás nevezni, bár ugye nem ez a hivatalos neve, de hát ott van ugye Svalm Lászlónak a Szent László mellszobra, az a meglehetősen nagy méretű. Ugye Várfal Park, Prohászka-liget, általában Prohászka-ligetnek nevezik azért, mert a piactérre szemben van egy másik Várfal Park, amit ugye 72 óta így emlegetnek, mióta kialakították. Ugye itt, amit láthatunk, az egyrészt ugye a püspöki kert, a püspöki palota kertje, ugye a nagy fákkal, maga a várfal, ugye az eredeti várfal, illetve azok a kis kertek, amik ekkor még megtalálhatók voltak itt az akkor éppen kialakulóban lévő várkörút és a várfal között. És ha mennénk tovább, akkor a folytatásban állna az az Eisenbart ház, aminek az udvarán az az óriási nagy tiszafa állt, ami ma is megvan ott a Vatai szobor mellett, és aminek a helyén ugye a Szent István mauzóleum felépült 1938 és 40 között a Novák Vilmos festményeivel. Tehát így lenne teljes maga a kép, meg hát nyilván a kiépülőben lévő villasorral, de akkoriban itt még a 30-as évek elején kertek voltak, kis kertek. És a Ciszterci templom két tornya is látható. Igen, az egy elég jellegzetes látkép, úgyhogy már ez alapján is egyébként könnyű beazonosítani.
Ráadásul azért ilyen magas várfalak nem nagyon vannak egyébként Fehérváron. Ma már is a 30-as években sem nagyon fordultak elő. Menjünk tovább, a következő képen már a strand látható. Szintén egy 30-as évekbeli fotó, ugye 1934-ben indult el az a nagy beruházás, aminek kapcsán végül is 37-re készült el maga a városi strandfürdő, aminek az az érdekessége, hogy ugye ez egy városi beruházás volt. A tervezők között Molnár Tibort, Schmidt Ferencet mindenképpen meg kell említeni, Bori Jenőt, aki ugye több szoborral látta el ezt a területet, többek között a Huszár születik című szobor, ugye a kisgyerek a gólya hátán, ami most a gyerekmedencénél található, illetve ami ebből megmaradt, az a jellegzetes bejárati építmény, ott a Szabadságharcos út, Svéb és Gmünd utca kereszteződésében. A Boltíves. A Boltíves, így van, és hát ugye gyakorlatilag a többi része, illetve a bejárati csarnoknak egy része még megvan, a többi része az sajnos már nem létezik. Például a Schmidt-féle vendéglő is eltűnt, a 60-as években elbontották. A magának a beruházásnak az érdekessége az, hogy innen nem messze, a Mészői Géza utcának a túlsó felén, a Rózsás kertben épült, szintén a 30-as években Tőke József építési vállalkozó, eredeti szakmáját tekintve kőműves mester beruházásában a Szent István strandfürdő, aminek a helyén egyébként még a 60-as években is lehetett, hát már nem annyira hivatalosan, de még strandolni. Tehát két fürdője volt két a városnak ebben az időszakban. Volt a városnak a 30-as években, illetve volt az úgynevezett három krajcáros, ez pedig a Sörházmalom melletti patak résznél volt, ami hát meg annyira volt hivatalos, hogy egy kis patakocska gyakorlatilag, ahol lehetett fürdőzgetni, és ugye amikor a parkba még belépti díjat szedtek, azért nevezték három krajcárosnak, mert körülbelül ennyi volt a belépti díj, hogy ugye ezt a közparkot lehessen használni, de hát még a 60-as, 70-es években is a gyerekek előszeretettel fürdőztek ebben a kicsit mélyebb vízben, tehát ez nem volt egy hivatalos fürdő. A Szent István strandfürdő egyébként az államosítások után, illetve 1945 után bezárt, és ugye maradt ez a városi strandfürdő, hiszen ehhez volt igazából elég anyagi erő, hogy egyáltalán fenn lehessen tartani. Hát az akkori tulajdonos a Szent István strandfürdőt már nem tudta igazából üzemeltetni. És ehhez a képhez tartozik egy hátlap is, amit megnézhetünk. Igen, itt ugye azt láthatjuk, többször volt már róla szó, hogy Tóth Károly dolgozott olyan hátoldalakkal, amelyek már ugye eleve képeslap elrendezésűek voltak, tehát meg lehetett címezni, lehetett rá szöveget írni, és ezt a műtermi fotót ugye el lehetett küldeni ismerősöknek, rokonoknak, barátoknak. Ez pedig ugye egy országos megbízás alapján készült, a képeslap kiadó vállalat megrendelésére készítette Tóth Károly ezt a fotót, aminek aztán ugye a hátoldalát ezt ráillesztették, és országos postai, illetve kereskedelmi forgalomban lehetett vásárolni, úgyhogy ez közkézen forgott abszolút az ország minden pontján. Menjünk tovább, a következő képen a Királykút látható. Hát, hogy azért ne csak belvárosi, vagy belváros közeli épületeket lássunk. Ugye a Királykútnak a történet az nagyon érdekes, nyilván most nem fogok belemenni a részletekbe. Ugye ez egy barokk épület, aminek az eredeti egy középkori kútház, ugye a királyi koronázási útvonalnak egy nagyon fontos része, ahol a király ugye a Budai országút felől a város határába megérkezve ruhát vált, tehát leveszi ugye az úti ruháját, megmosdik, nem csak rituálisan, de fizikai valójában is, és megtisztulva érkezik meg a városba a koronázási szertartásra. És ugye ez az, amit a barokk időkben aztán bővítenek, láthatjuk, hogy ez is egy barokk kialakítású ezekkel a manzártetőkkel, és a kútház az megmarad 1911-ig, a különböző városrészek adott napokon innen vételezik a vizet, amíg el nem indul a vezetékes vízszolgáltatás magában a városban, illetve tűzivízként is használják természetesen, tehát a tűzoltó szekerek, aztán később ugye a kocsik is még nagyon sokáig ide járnak vízért, és ebben az épületben ennek a földszintjén működött 1888-tól Balogh György kovácsmesternek a műhelye, és aztán ennek a szomszédságában a Mikszáth Kálmán utca, forgó utca sarkán
működött tovább a műhely, már az államosított időkben, és innen költözött ki néhány évvel ezelőtt részben Jánosmajorba, részben pedig a Fiskális útra, a Balogh-féle rugóüzem, ami egyébként ma is létezik, és néhány napja volt szerencsém találkozni Balogh Endrével, akit innen is Isten éltessen nagyon sok, egy 84 éves kora ellenére még mindig aktívan dolgozik, és amikor én elmentem hozzá, akkor is nagy munkában volt, úgyhogy beszélgetni nem is nagyon tudtunk, inkább a feleségével, de azért elég sok érdekességet elmondott, és családi fotókat is mutatott többek között, úgyhogy ezt az épületet még fogjuk sokszor látni. Ezt most azért hoztam ide, mert ugye Tóth Károly fotója a 30-as évekből, akkor így nézett ki maga az épület. Közben a Királykút emlékház jár a fejemben, hogy ez lehet ugyanaz a ház? Ez ugyanaz az épület, csak ugye kisebbnek ezek a fa most... bodegák, amiket láttunk itt mellette toldásban, ugye a műhelyhez kapcsolódó különböző épületek, ezek ma már nincsenek, meg elbontották mindegyiket. Most menjünk akkor át a lövöldei sportcsarnokhoz. Igen, az utolsó olyan szabadtéri felvétel, amit Tóth Károlytól hoztam, sőt, hát egészen a múltkori adás végéig ez volt az utolsó felvétel, amivel ugye készültünk, hogy akkor Tóth Károlynak a munkásságát ezzel a képpel zárjuk le. Majd itt a 45-ös időszak kapcsán fogunk látni egy olyan felvételt is, ahol ez az épület már romokban áll. Szintén egyébként Molnár Tibornak a hagyatékából került a múzeumba ez a fotó. Molnár Tibor volt az, aki a lövöldei sportcsarnokot megtervezte. 1937-ben adták át, és ha minden igaz, és a szakirodalom adatai valóban helytállóak, Magyarország első fedett sportcsarnoka volt egyébként. Tehát nem csak a Dunántúlé, mint ahogy a Fortszalon, hanem egész Magyarország, és ugye Lövölde kertben került felállításra, ahol azért nagyon fontos események történtek korábban. Gondolok itt az 1879-es országos iparkiállításra például, ahol ugye kis pavilon épületekben mutatták be a különböző tárgyakat, és ez 1937-ben felépült, majd 1944 végén egy olyan bombatalálat érte, amivel gyakorlatilag teljes mértékben kiégett, és majd fogjuk látni a későbbi képeken, hogy milyen állapotban volt, amikor elkezdték a bontását. Tehát ahhoz képest, hogy 37-ben épült, meglehetősen kevés volt az az idő, ami megadatott ennek az épületnek, viszont 1938-tól kezdve, 44-ig itt azért rendkívül fontos eseményekre került sor, akár a vasútvidék életét tekintjük, akár a városnak a közéletét. Tehát a 38-as Szent István évfordulóhoz kapcsolódóan például itt különböző ünnepségekre került sor, amelyeket itt rendeztek meg, illetve a városnak jeles sporteseményeit és a megyének jeles sporteseményeit szintén itt, hiszen akkoriban még ugye nem voltak igazából más erre alkalmas csarnokok a városban. Nincs róla belső fotó? Egy-kettő van, majd fogok olyanokat is hozni, és akkor össze tudjuk vetni a későbbi állapotokkal. És ami most következik, egy már bemutatott fotóra utal vissza, és itt nagyon hálásnak kell lennünk, mert két héttel ezelőtt, amikor bemutattuk Tóth Károly német Jutka és német Ottóról készült fotóját, azonnal kaptunk egy telefont, és azért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük. Most mondom el, hogy továbbra is adott a lehetőség a Fehérvár Média Centrum különböző felületein elérnek bennünket, hogyha a fotókkal kapcsolatban van információjuk, hiszen mindent még a városkutató sem tudhat, és ha felismernek valakit, akit mi nem tudtunk bemutatni, ez külön segítség. Telefonált egy hölgy, akit aztán később fel is kerestél? Beszéltem vele telefonon, nagyon sok mindent elmondott, és aztán személyesen is megkerestem. Családi fotókat is kaptam tőle, hogy be tudjuk mutatni. Tóth Károly által készített fotókat, illetve a Hege fényképészek által készített fotókat. Úgyhogy fogunk majd még az ő birtokában lévő képekből mutatni, de most akkor néhányat elevenítsünk föl. Ugye mutattuk azt a képet, amin német Jutka és német Ottó látható 1943-ban, olyan széles vigyorral. Tehát ez nem az a kép, ez ugyanakkor készült, csak egy kicsit érzelmesebb, talán kicsit komolyabb. És hogy mit sikerült kideríteni erről két szeméről, mi az, amit a hölgy elmondott. Ő ugye kérte, hogy a nevét ne mondjuk be, természetesen ezt tiszteletben tartjuk. Német Ottónak volt ő a kolléganője a Videotonban, és annyit tudtam meg tőle, hogy Német Ottó 1936-ban született,
és sajnos meglehetősen fiatalon elhunyt 1975-ben, tehát nem volt még 40 esztendős, és a hosszú temetőben nyugszik a szüleivel együtt. A német Jutkáról pedig, amit sikerült megtudni, ő a Teleki Blanka gimnáziumnak volt a tanulója, Szabó József volt az ő osztályfőnöke, aki később aztán kb. 15 éven keresztül igazgatta is a Teleki gimnáziumot, és annyit érdemes róluk mindenképpen tudni, ez egy szép történet, én azt gondolom, hogy ugye, mint osztályfőnök felkereste ezt a Jutkát, amikor ő a színművészetire felvételizett a középiskolai érettségi után, és hát úgy ment oda a szülői házhoz, hogy ő elmondta, hogy ő nagyon szereti ezt a lányt, és feleségül kérte, és hozzáment, úgyhogy német Jutka így lesz Szabó József, akkor még tanárnak a felesége, és aztán később igazgató felesége, és számomra ez azért nagy öröm, mert amikor Szűcs Erzsijék Idestova 10 évvel ezelőtt ezt az emlékmentés fotógyűjteményt elindították, akkor természetesen feljegyezték azt is, hogy kik adták kölcsön ezeket az eredeti képeket. Én megnéztem a honlapon, Szabó Józsefné volt az adományozó, tehát német Jutka az, akinek ezeket a saját családjáról készült felvételeket köszönhetjük. Azt sajnos nem sikerült kideríteni, hogy ma még köztünk van-e egyébként, úgyhogy reméljük, hogy jelentkezik ő is. Illetve amit még itt szeretnék elmondani, mert nem biztos, hogy a mai adásban még itt az utolsó kép, amit ma beterveztünk, sorra kerül, hogy a német családról is és más családokról is nagyon sok amatőr felvétel készült, amit többnyire családtagok készítettek. Ezeket majd külön szeretnénk megmutatni, hogyha a profi fényképészeknek az élettörténetét, munkásságát bemutattuk, hiszen a 30-as, 40-es évek az nem csak a profi, professzionális fényképezésben, de az amatőr fényképezésben is nagyon fontos volt Fehérváron. Említetted német Jutkával kapcsolatban a színművészetit, azt tudjuk-e, hogy lett belőle színésznő? Hát én ezt nem tudom. Én ezt nem tudom. Sajnos ugye a hölgy is inkább Német Ottóról tudott néhány információt, hiszen ő volt a kollégája a Videótonban, és ugye német Jutkát igazából az ő révén ismerte. Tényleg nagy öröm, hogy kaptunk plusz információt, még egyszer nagyon szépen köszönöm, és tényleg várjuk is a segítséget a továbbiakban. Rakjuk össze együtt ezt a műsort, abszolút nyitottak vagyunk rá. Menjünk tovább, hiszen vannak még képek bőven, tényleg nem jutunk végig ma sem, de nem baj, mert két hét múlva újra lesz műsor. Szintén ettől a nézőnktől kaptunk, ugye ezt említettem, több családi képet. Olyan is van, amit a falról vettünk le közösen. A szekrény fölött lógnak ugyanis a falon az esküvői képek, illetve családi képek a lakásban, és ezt én fotóztam mobillal, bevallom őszintén, tehát ha nem jó minőségű, az azért van, és ugye egy keretben van benne, amiből meg természetesen nem szerettük volna kivenni, talán ez is érthető. Csitkei Istvánt, illetve feleségét, Kara Ivanov Annát ábrázolja, 1941-ben készült Tóth Károly felvétele, tehát azért is kapcsolódik ugye ide, és nem csak Tóth Károlynak a neve, de egyébként az aláírása is szerepel ezen a képen, majd mindjárt fogunk látni egy másik képet, ugyanis a 40-es évektől Tóth Károlynak a képeihez hozzátartozott az is, hogy az előre elkészített aláírását azt a képekre rányomtatta valamilyen formában. Ugye itt a másik, amit felvillanni láttunk, az ugyanez a fiatal házaspár 1941-ben készült esküvői képen, és az ő testvéreik, tehát a vőlegénynek és a mennyasszonynak a húga, illetve öccse, kettő-kettő. Visszakaptuk a képet, és azért örülök, mert azért azt megjegyezném, hogy gyönyörűek a ruhák, a virágcsokrok, tehát biztos, hogy nem egy szegény családról beszélünk. Hát nagyon érdekes történetük is van egyébként. Mindjárt megmutatjuk az esküvői meghívójukat, hiszen ugye ez is ide kapcsolódik, ami ugye 1941. augusztusában kelt, itt olvashatjuk rajta a dátumot, ugye azt is, hogy az evangélikus templomban tartották ezt az esküvőt, illetve ugye a két házasulandó félnek a nevét. És hát akkor jöjjön mindjárt egy kis magyarázat ezekhez a nevekhez. Ugye kezdjük Csitkei Istvánnal, az ő történet az egy kicsit egyszerűbb, hiszen ő egy magyar evangélikus fiatalember, aki egyébként a Deák áruházban volt segéd,
és aztán onnan nyitott ő a Kossuth utcában egy önálló textilkereskedést, és a lánya, akitől ugye ezeket a fotókat is kaptuk, ő elmesélte, hogy hogyan zajlott az államosítás, majd hogyha a kereskedőkről fogunk beszélgetni, akkor ott visszatérünk rá, hiszen az igazolványát is én megkaptam kölcsönbe, hogy tudjuk digitalizálni, illetve a Deák áruházból származ egyik textilvéghez kapcsolódó kis bilétát, ami megtalálható, hogy milyen szövetről van szó, milyen minőségű, mennyibe kerül, stb. Tehát nagyon érdekes az is. Tehát Csitke István egy magyar származású evangélikus fiatalember volt. Kara Ivanov Annának talán a nevéből is látható, hogy ugye nem magyar származású volt a család. Az ő édesapja volt az, aki Bulgáriából Magyarországra költözött, görög-keleti ortodox vallású volt, és egy adonyi sváb lányt vett feleségül, aki pedig, ha jól emlékszem itt az elmondásból, katolikus felekezetű volt, és ennek a bolgár, sváb házasságból származó, egyébként félig meddig ortodox, félig meddig katolikus lánynak lett aztán egy evangélikus férje, és ez a család pedig az evangélikus felekezethez tartozott innentől kezdve ugye az apa révén, és hát a Csitkeiék többek között részt vettek az evangélikus templomnak a terveztetésében, az építkezéseiben. Csitkei István tagja volt akkor a presbitériumnak, amikor a Sándi Gyula által tervezett templomot 34-ben felszentelték, és én azt a történetet is hallottam, ő ugye 1960-ban egyébként egy motorbalesetben hunyt el, meglehetősen tragikus körülmények között, bár egy baleset az mindig az. Elég megrázó volt maga a történet, amit a lánya elmesélt, hogy hogyan is történt ez a baleset. És aztán a 90-es években, amikor az evangélikus templomhoz kapcsolódó lelkész lakott közösségi házat felavatták, ugye többek között Csutin és Ler Erzsébet, kedves építész ismerősünk, egykori vendégünk tervei alapján, ez pont Csitkei István halál évfordulójára esett, tehát azért ez a családban is nyilván rögzült ez a dátum, és még ha ez nem is volt annyira szándékos nyilván, hogy erre az évfordulóra essen, azért mégiscsak egy jelképes esemény. A gyülekezet szempontjából és a család szempontjából is mindenképpen, úgyhogy ez egy igen kerek családi történet egyébként, ahhoz képest, hogy nem olyan nagyon sok időt töltöttem el egyébként a hölgynél, nagyon sok mindent megtudtam erről a családról, és hát érdemes azért még a továbbiakban is foglalkozni velük, hiszen hát az ő sorsuk, ha nem is egy mindennapi sors, ugye ezekkel a felekezetközi házasságokkal, de egy olyan 20. századi történet, ami azért nagyon sok mindent magába foglal. És persze egy város történetéhez ez is hozzátartozik mindenképpen, úgyhogy igazi kincsekre akadtál. Igen, hiszen kapcsán... ez a család ugye otthon volt azért a városnak néhány katolikus templomában, otthon volt a szerb templomban, és otthon voltak az evangélikus gyülekezetben is, tehát nem véletlenül nagyon sok ismerősük és barátjuk van a mai napig is ebből adódóan. Még mindig Csitkei szerepelképen, de nem István. Csitkei Istvánnak volt egy testvére Csitkei József, akit az előző családi képen is láthattunk. 1947-ben nősül, fiatal feleségével látható a képen. Ugye itt a kép alján látszik az a Tóth Károly aláírás, amit az előbb említettem. És ugye az is elhangzott itt a műsor elején, hogy Tóth Károly ugye 1945. szeptemberben költözött be a Táncsics utca 7-es szám alatti műterembe. Itt már a Táncsics utca 7-es cím az, ami szerepel, és ugye innentől kezdve egészen 1952-ig a Fényképész Szövetségnek a megalapításáig ő ugye önálló fényképészként tevékenykedik tovább, és utána pedig szövetkezeti tagként tartja fenn a műtermét, ami hát akkor már ugye nem az ő tulajdonában volt, de kvázi bérlőként üzemeltette ezt az állami vagy tanácsi tulajdon. Vagy több szint is volt, vagy szinteltolásos, mert úgy látom, hogy valamiféle emelvényen vagy lépcsőn állnak. Lehet, hogy ez egy beépített emelvény volt, de nem tudom pontosan. Láttunk már ugye különböző megoldásokat, már a pribéknél is feltűntek ugye épített
lépcsők, meg díszletek. Komolyan vették a díszletet, igen. Tehát az is lehet, hogy ez egy belső díszlet volt. Hát ugye Tóth Károly is azért elég igényes volt, erről már többször beszéltünk, hogy zsakett öltönyben fogadták az ügyfeleket, nem akármilyen kiszolgálással, tehát azért el tudjuk képzelni, hogy ez hogyan is nézhetett ki, még 1947-ben is. És aztán visszamegyünk az időben, majdnem, csak nem 10 évet, de mindenképpen 8-at, és most is fiatal házaspárt fogunk látni a képen. Itt azért léptünk vissza az időben, mert ez egy másik nézőnktől származik, ez a fotó, Bognár Annától, ő viszont felhatalmazott arra, hogy eláruljam a nevét. 1939-ben készült Tóth Károly műtermében ez a felvétel, és az ő szülei láthatók, Bognár Annának a szülei ezen a képen, aminek a hátoldalát is meg tudjuk mutatni. És hát ugye a hátoldalán, ami az érdekesség, az az, hogy ugye eleve képeslapkivitelben készült, ugye ezt látjuk, ezt a postcard feliratot, tehát egy nemzetközi megjelölés, ugye a bélyegnek a helyét tartalmazza. Nagyon halványan látszik egyébként Tóth Károlynak a bélyegzője is, illetve hát az 1939-es év, az pedig már ugye a leszármazottnak a tollal rögzített írása, pont azért, hogy megőrződjön, hogy mikor is ez a felvétel. Itt is köszönettel tartozunk. Nagy öröm nekünk, hogy a nézők ennyire csatlakoztak hozzánk, és segítenek összeállítani. És az külön öröm számomra egyébként, hogy Bognár Annától szintén kaptunk hegefotót, és a családtagoktól is kaptunk ígéretet a hegéjéktől, hogy természetesen ők is küldenek képeket, úgyhogy biztos, hogy nagyon sokat meg fogunk tudni majd mutatni. Folytassuk a sort, ismét kilépünk a műteremből a következő képpel. Itt viszont már igazából egy új történetbe kezdünk bele. Egy Ullmann József nevű fényképésszel folytatjuk ugyanis a sort. Tóth Károlyról nagyon sokat lehetne még beszélni, fogunk is egyébként különböző adásokban, különböző témák kapcsán. Ullmann Józsefnek maga az életrajz az viszonylag rövid. 1903-ban született Székesfehérváron, az édesapja Ullmann Imre fényképész, fotókereskedő volt, és abban a Bierbauer házban volt az ő üzlete, Ullmann Imrének az üzlete, amit itt ezen a fénykép felvételen is látunk, ez 1914 körül készült, a földszinti egyik üzlethelyiséget bérelte. Ha ránagyítunk a fotóra, illetve későbbieket megnézzünk, akkor lehet látni, hogy szatmári féle bőrkereskedés, a héttestvéreknek az egyik kereskedése, és még több ilyen kereskedés létezett itt a földszinten, és ebbe a földszinti Ullmann Imre féle kereskedésbe költözött be 1929-ben, amikor önálló fényképész iparos lett Ullmann József, akiről most szó van, és a 30-as, 40-es években szintén emblematikus képeket készített, és annyira elismert fényképésze, illetve kereskedője volt a városnak, hogy a Székesfehérvár és Fejér vármegye közös fénykép fotópályázata, ami 1935-ben került megrendezésre, és amire rengeteg fotó készült, Ullmann József külön egy külön díjat adományozott, tehát őt kérték fel ugye a szakmai zsűri egyik tagjaként, és aztán ő ezt annyira komolyan vette, hogy egy külön díjjal is honorálta ezt a munkát, majd a külön díjas felvételt is természetesen meg fogjuk mutatni. Nekem feltűnt, hogy micsoda élet volt az utcán. Igen, hát azért 1914 tájékán, amikor egy utcán fényképeztek, az még esemény számba ment. És hát össze is futottak. És hát összefutottak az emberek, tehát azért ezt el kell mondani mindig. Ugye a 900-as évek elején, illetve a 800-as évek végén is jellemző volt az, hogy például a környékbeli diákokat ilyenkor ugye összeterelték, hogy legyen élet az utcán. Nyilván volt egyébként is, de hogy ugye egy tömegben azért ott jelen legyenek. Ez azért is jó volt, mert lehetett mutatni, hogy milyen hatalmas nagyok az épületek. És hát vannak olyan fényképfelvételek is a Szent István Király Múzeum birtokában is, meg nyilván családi hagyatékokban is, ahol például az látszik, hogy amíg a képet exponálta a gép, ez főleg a 800-as évek végére jellemző, addig az út egyik oldaláról a másikra átmentek a gyerekek. És az egyik oldalon is látszanak, a másik oldalon is látszanak, meg középen egy ilyen elmosódott csík, vagy valamilyen árnyék, hogy ők közben ugye mozgásban voltak. Tehát az élet azért így is megnyilvánul, hogy nem csak egy megkomponált felvétel, amire beálltak, és amíg exponált a gép, addig álltak szépen, hanem bizony ott mozgásban is voltak. Itt pedig, amikor ilyen látványos fényképfelvételek voltak, meg nyilván a kereskedésekben azért sokan jártak,
főleg a város főteréről beszélünk, akkor természetesen mindig nagy volt az élet. Az iménti épületet meg tudjuk nézni, egy 1929-es, azaz 15 évvel később készült fotón is. A mi számunkra ennek azért van jelentősége, mert hogyha ránagyítanánk az előző fotóra, amit én nyilván ugye azért meg is tettem a saját számítógépemen, itt a nézők nem tudnak, de ugye elmondtam, hogy Ullmann Imrének a nevét lehetett többek között leolvasni arról a fotóról. Az 1929 utáni datálás ugye abból következik, hogy itt már Ullmann Józsefnek a nevét olvashatjuk a portál fölötti feliratban, tehát ő már átvette itt igazából az üzletnek a vezetését, ami azért is fontos, mert ugye nem csak egy fényképész műteremről van szó, de egy fotókereskedésről is. Filmtekercseket, fotópapírokat és mindent árusított, ami a fényképezéshez, fényképezkedéshez, akkor így mondom, kapcsolódik. Hiszen ugye említettük azt is, hogy a 30-as évek volt Fehérvár vonatkozásában az amatőr fényképezésnek a hőskora. Tehát itt már azért sokan szaküzletben vásárolt gépekkel és eszközökkel rendelkeztek. Jön, és itt majd mindjárt egy tasak, hogy tárgyat is bemutassunk, de azért az előző képpel kapcsolatban láthattuk azt is, hogy az országalma helyén akkor még a Szentháromság szobor állt. Így van, tehát püspökkutat lehet megszemlélni, ugye ez is mutatja egyébként az időpontot, ha az Ullmann József felirat nem is lenne egyértelmű, 28-tól kezdve itt állt ugye a püspökkut egészen 1937-ig, amikor elkerült a vasútállomás elé. És hogy nagyon picit visszakanyarodjunk Tóth Károlyhoz, meg a lövöldei sportcsarnokhoz, van olyan kép, ahol a háttérben, vagy inkább nevezzük előtérnek, nagyjából oldalt látszik a vasútállomásnak az akkori épülete, homlokzat egy darabja, a püspökkút, a vasútállomás előtti téren, amit akkor indóháztérnek is neveztek többek között, illetve a képnek a hátterében, a másik irányban pedig a lövöldei sportcsarnok, tehát azt láthatjuk, hogy hogy is helyezkedett el eredetileg. Nos, a tasakot már említettük, és itt is van előttünk. Igen, Ullmann József ugyanis ilyen tasakokban adta át a kész felvételeket a megrendelőknek, ugye ez egy kihajtott állapotban látható, tehát az Ullmann József felirat, Székesfehérvár, stb. Milyen logója volt? Károly király téren, bizony, tehát ez nem akármi, ugye újjé, azt láthatjuk, és egy fényképészt ábrázol, aki nyilván ő maga akar lenni. Tehát ez az előlapja, aztán mindjárt belsejét is megmutatjuk, és a hátoldalon pedig ugye a megrendelőnek a neve szerepel, illetve hogy milyen képből hány darabot rendelt, ez pedig a belső fele, és ugye ebbe bele lehetett hajtani ezeket a kész felvételeket, illetve a múzeum tulajdonában olyan tasak is van, amiben még eredeti negatív felvétel is található, és hogy milyen úton, módon, azt nem tudni pontosan, egy családi hagyatékból került be a múzeum, vagy olyan tasak, amiben 1970-es években készült felvételek is találhatók. Biztos, hogy nem Ullmann József készítette, nem tudjuk, hogy ki volt a készítője, de valószínűleg ebbe a tasakba valamelyik családtag összegyűjtött néhány felvételt, és ezek kerültek be így a múzeumban. Menjünk tovább, természetesen Ullmann József képet fogunk bemutatni a következőkben is. Azt hiszem, hogy a címet nem is kell mondani, hiszen látszik tulajdonképpen Kislány babakocsiban. Kislány babakocsiban, igen, ezt a címet kapta egyébként magától a fényképésztől. Tehát azért ez egy olyan felvétel, aminek maga a készítő adta nevet, ami viszonylag ritka, ugye nagyon sok olyat láttunk, ahol ilyen mindenféle fantázia címek, meg munka címek voltak. Van egy egész sorozat ebből, most ezt az egy darabot hoztam el, ugyanis Ullmann Józsefnek műtermi fotóját nem ismerjük. Nyilván van egyébként neki, hiszen volt saját műterme, ugye ott a Károly király téri üzletnek valahol a hátsó sarkában, nagyjából úgy, ahogy a fényszövnek az üzlete működött valamikor, hogy ugye egy kis kutricában volt maga a műterem rész. Ez egy külső felvétel, amelyik valamelyik családi háznak az udvarán készült, és ebből van egy teljes sorozat, amin más gyerekek is látszanak egyébként, de alapvetően személyekről készült felvételeiből is inkább csoportképeket őriz a múzeum, tehát viszonylag ritka az, amikor családi képen egy-két, maximum három fő szerepel Ullmann Józsefnek a munkásságában. És kapunk képet arról, hogy milyen volt a korabeli babakocsi annak idején. A Lépcső utcát is meg tudjuk még mutatni ebben a műsorban. Ugye mutattuk Tóth Károlynak a felvételét a 40-es évek második feléből. Ez egy 1935-ben készült felvétel, hogy a Glancféle szabóságnak a felirata
látszik ott a földszinti üzletportálon, és ugye az a későbbi versenyáruház itt a bal oldalon, amit ugye az előbb mutattunk. Horváth Júliának a dolgozatát már nagyon sokszor emlegettem, illetve azt a cikket, ami ebből a fotóművészet folyóirat számára 1997-ben elkészült, és Ullmann József munkásságával kapcsolatban ez az illusztráció szerepel egyébként magában a szakdolgozatban is, és magában a cikkben is, tehát a fotóművészetnek az olvasói ezt ismerhetik Ullmann József fényképeként. És ehhez a képhez is tartozik egy hátlap, amit megnézhetünk. Igen, ezt ugye azért hoztam ide igazából, hogy lássuk, hogy hogyan is néz ki egy múzeumi fotó, a hátulja, ugye különböző bélyegzők találhatók rajta a múzeumnak, az eredeti pecsétje, ott ugye talán az is látszik, hogy nagyjából mikor kerülhetett be a múzeumba, ugye az első iktatószám alapján, és aztán különböző leltári számok találhatók rajta. Ceruzával ugye az is szerepel rajta, hogy az egyik Székesfehérvár annó kötetben megjelent, hiszen ha valahol ezek a képek megjelennek, akkor rákerül egy jelzés, hogy tudjuk, hogy ez már egy publikált fotó. Illetve az is szerepel ott ugye az eredeti pecsét fölött, hogy Dr. Kepes ajándéka. Dr. Kepes János egykori királyi közjegyzőről van szó, akinek a Rózsa utcai lakásánál ugye néhány évvel ezelőtt avattak egy emléktáblát. Ugye ez az a Rózsa utcai lakás, ami a fő utcára nyílik a másik irányból, aminek a földszintjén a kávézó megtalálható. Akkor is kávézó volt egyébként egy másik. És ez a Dr. Kepes János, aki könyvgyűjteménye mellett egyébként többek között fotógyűjteményét is a múzeumra, illetve a könyvtárra hagyta, tehát ebből a hagyatékból származik ez az Ullmann féle felvétel. A mai műsorban sajnos több felvételre már nincs időnk, de azt már most elárulom, hogy a következő kép, amelyet két hét múlva bemutatunk, bekukkant egy udvarba, hogy melyikben ez majd kiderül, Váci Márk elmondja nekünk két hét múlva. A történész városkutatónak nagyon szépen köszönöm a mai sok-sok információt is, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm, hogy velünk voltak. Még egyszer mondom, bármilyen információjuk van a képekkel kapcsolatban, nagy szeretettel várjuk, keressenek bennünket a Fehérvár Média Centrum elérhetőségein. Városrészek titkai tehát két hét múlva. Addig is kellemes tévénézést kívánok, viszontlátásra!